Csempék, malted, vízmérték és szorgoskodó emberek. Ha valaki betéved a szélkakasos óvodába Bonyhádon, manapság gyerekek helyett ezekkel találkozhat. Ez a helyszín az utolsó állomása annak az óvodafelújítási programnak, melyet néhány éve elkezdett a város, és aminek elsősorban a vizes blokkok korszerűsítése volt a célja. Minden évben egyre nagyobb összeg jut az intézménynek. Bonyhád város önkormányzata a februári testületi döntésen, a költségvetési rendelet megalkotásának idején olyan mértékű összegről döntött, ami intézmény felújításra fordítható, ami erre korábban nem volt példa, ez nevezetesen 27,5 millió forint, amiből 4 feladatellátási helyre jut pénz a bonyhádi 6 óvodából, és ez nagy öröm mindenképpen számunkra. Évek óta tart egy program, ami a mosdók rehabilitációját jelenti, a gyermekmosdókét értelemszerűen, és ez fejeződik be az idei évben. A 4 óvoda közül a szélkakasos óvoda az, amelynek a mosdói nem kerültek még így be a sorba eddig, és most a legnagyobb örömünkre, ugye itt 4 nagy mosdóról van szó, ez megtörténik. Ez önmagában közel 17 millió forint kiadást jelent, úgyhogy a felújítási keretünknek a jelentős része ide fordítódik. A szélkakasos óvoda felújítási folyamatában a villamoshálózat korszerűsítése is az elképzelések között szerepel, hiszen közel 50 esztendős a rendszer. Itt a villamos rendszert kell megújítani, mert tulajdonképpen a maga villamoshálózat korszerűtlen. Ez a terveztetés, ez sem kevés összegszerűen, de mégiscsak ez egy lépés ahhoz, hogy jobban ki is tudja szolgálni az óvodát, hiszen ebben a folyamatban megjelenik az is, hogy a kollégák igényei érvényesülni tudnak, hogy hol legyenek új konnektorok kialakítva, tehát azért ma már lehetnek más igények is a korábbiaknál. Az idejévi büdzsé a terveztetés költségeit foglalja magába. Emellett az udvari játékok jelentős része korszerűsödik majd a következőkben a város fenntartásában lévő intézményekben, de a Majosi sugároboda vízelvezetésének gondjai is megoldódnak idén. A Majosi óvodában megújul a belső járda, lépcsők kerül elbontásra, lesz egy hátsó vízlefolyó, tehát a csapadék vízlefolyásához épített lefolyó, ez az evangélikus templom oldalán, a hátsó oldalon, ami szintén egy nagyon régi probléma, és örülünk, hogy most meg tud oldódni. És hát a legfontosabb, egy egészen modern új kerítés kerül a Majosi óvodába. Nem is tudom pontosan a nevét, a műszaki osztálytól megkérdeztem, ez egy nagyon korszerű, modern kerítés, egy úszókapuval, ami megkönnyíti majd a bejutást az óvoda udvarra, és hát kiváltjuk a régi rozsdás kerítésdrótot. Visszatérve a szélkakasos óvodához, az intézmény megközelíthetőségében is változás áll be ősztől. A bejárati járdát kellett megújítani, mert töredezett volt a bitumen. Ezzel együtt a folyóka is értelemszerűen megújul, és ez azt jelenti, hogy talán kicsit sikerül majd mérsékelni a lejtős terepből adódó problémákat. Ugye ez egy lejtős udvar, és a víz az folyik lefelé, és mossa ki a földet, mert hogy itt nem csak az épületben belül, hanem kívül is szeretnénk még egyéb fejlesztéseket megvalósítani. A felújítási keretből a lehetőségünk nyílik most tulajdonképpen északi bejáró, tehát az épület északi oldalán lévő bejáratnak, ami egyébként használaton kívül van, a megközelítésére majd, hiszen létesül egy új óvodai külső bejárat a Mikes utca felőli oldalon, így lesz az egyszerűbb megértetni, vagy megmondani az érdeklődőknek, hogy hol is fognak tudni majd bejönni. Ez egy kiskapu egyelőre, tehát ez egy gyalogos bejárat, de ehhez a gyalogos bejárathoz járda is készül, tehát könnyen megközelíthető lesz majd ősztől ez az északi bejárat.
Az udvar hátsó részében parkolók kialakítását tervezik, itt 4 csoportnyi közel 100 kisgyerek tölti a mindennapjait, és a reggeli és délutáni órák közlekedési tumultusában adhatnak majd segítséget az új gépkocsi váróhelyek.